lármával, zene szóval, ének szóval, és ezzel a szép ifjú párral vígságot hoznak a szürke napokra. A farsanga mulatozás időszaka, vízkeresztől húshagyó keddig szabad a tánc, a mulatság, a nagy lakomázás, aztán indul a 40 napos böjt. Róna faluban komolyan vették a népi hiedelmet, régi hagyományokat keltettek életre február 10-én a helybéliek. Nem vették? De hogy ne? Én sajtos ne! Vezessék. Elarcos felvonulás szerveződött farsang alkalmából. Ki elmezben, ki anélkül kísérte végig a településrész utcáin a farsang esküvői főszereplőit. A legtöbb háznál vendégségre invitálták a jókedvű és zajos felvonulókat. Malomkalács, pogácsa és farsangi fánk is szerepelt az étlapon. A farsang egyébként a tavasz várás ősi ünnepe. A magyar farsangi szokások a középkorban honosodtak meg. A nagy evésekkel, ivásokkal a természetet is hasonló bőségre kívánták késztetni. Így tettek Róna faluban is. Most karácsok, bolondok, rázzátok a kolompot, takarodjon el a tél, örvendezzen, aki él. A vidám menet a templomnál ért véget, ahol a farsangi pár esketése is megtörtént. Éljen az ifjú pár! Éljen az ifjú pár! A Rónafaluért baráti társaság hagyományos rendezvényén a telet is eltemették a kiszebeb elégetésével, a legbátrabbak pedig tűzugrásban is részt vettek.